Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. 28 borrend részvételével tartottak szakmai konferenciát Szent István ünnepén. A Nóhegyi Szent István borlovagrend meghívására a programjában a résztvevők a szőlész-bolász társadalom aktuális feladatairól hallgathattak előadásokat, illetve az öreghegyi mulatságok keretében átadták az öreghegy boradíjakat is. Horváth Miklós Csaba képviselő, aki több mint két évtizede viseli gondját választókörzete polgárainak, büszke arra, hogy a Tóth István, az öreghegyi közművelődés legendája által megálmodott esemény ma is él. Évről évre úgy érzem, hogy méltóbbak leszünk azokhoz a hagyományokhoz, amit ugye eleink elkezdtek, és ugye most is egy órával ezelőtt itt egy koszorúzással kezdődött, a szőlőmunkás szobrát koszorúztuk meg. Ugye több megyéből is ma is eljöttek borászok, és tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy hány vendégünk van, hanem az, hogy egyre inkább itt az öreghegyiek is úgy érzik, hogy valóban ez a 17 évvel elkezdett borrendi mozgalom úgy kezd beérni. Most már nem csak a maradék boros gazdák örülnek annak, hogy valóban jó szakmai tanácsokkal jó borokat is tudunk már inni sajátokat, hanem az is, hogy már az unokák is és a fiatalok is egyre inkább kezdik becsülni a pince rendszert is, és az, hogy érdeklődnek azután is, hogy hát a nagyszülők, a dédszülők korábban, még ha nem is kint laktak az öreghegyen, hanem általában benne a városban, a felsővárosban vagy alsóvárosban, de hogy a szabad idejüket még ilyen melegben is miért tudták, hogy mondjam, hasznosan eltölteni, még ha azért azt is észre lehet, vagy kellett venni, hogy bizony ez egy nagyon verejtékes munka a szőlészet. Viszont az eredmény ugye az mindig által magáért beszél. Kiváló borok voltak, és egyre inkább azok vannak most is, még a maradék területeken is. Úgyhogy ezért is örülünk annak, hogy valóban most már hagyomány az az öreghegyi mulatság, vagy öreghegyi vigasságok, és a város minden részéből jönnek, még akkor is, hogyha bent is ugye a belvárosban is kiváló programok vannak. De mégis már ez a hagyomány, hogy itt most már, ugye most is lehet kiváló öreghegyi borokat is kóstolni, és jó műsor, ugye 6 óra után jön a Wikidál, úgyhogy mindenki jól érzi magát, hála Isten, fönt is úgy gondolták, hogy érdemes ma az esőfelhőket egy kicsit visszatartani, és én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, és ez a hagyomány folytatódni fog továbbra is. Tornyai Gábor öreghegyi plébános kenyéráldásában a mindennapi ajándék misztériumának megélésére hívta fel a figyelmet. Ilyenkor ezeken az ünnepi napokon nagy és szép beszédeket szoktunk mondani arról, hogy Isten király milyen nagy dolgot tett, amit tudunk róla a legendák fényében, vagy éppen ránézünk arra a történeti műre, egy nemzet alapítása, amit ő elindított, vagy éppen azok a források, amiket elővehetünk vele kapcsolatban, az intelmeit elolvasva. És aztán azon gondolkodtam, hogy milyen lehetett ő a valóságban, milyen lehetett ő a hétköznapokban. Néhány dolgot tudunk róla, de hogy ténylegesen milyen lehetett az az István, aki apaként, férként, barátként, hétköznapi emberként létezett. Hogy hogyan élte egy ember az életét 1000 évvel ezelőtt. Van róla néhány tárgyi emlékünk, mozaik darabjaink. Azt gondolom, hogy leginkább a fantáziánkra tudunk hagyatkozni, mint ahogy 1000 év múlva velünk kapcsolatosan is, akik majd elképzeljük, hogy milyenek lehettünk,
ma élő magyarok ugyanúgy a fantáziájukat fognak tudni hagyatkozni az utódaink. Ami biztos, hogy egy olyan ember volt, aki a maga küszködéseivel és útkereséseivel talált egy olyan utat, amit a legjobbat tartott és tudott dönteni mellette. Mészárovics Imre, a vendéglátó Noé-hegyiek nagymestere úgy fogalmazott, az esztendő egyik legrangosabb napjának egyik kiemelt helyszíne Öreghegy. Őszintén megmondom, Szent István városában és ebben az időszakban, vagy az ország történelmi fővárosában inkább arra koncentrálunk most, hogy méltóképpen ünnepeljük mi magunk is ezt a állami, szép állami és egyházi ünnepet. Ugye két alkalommal fogunk megjelenni, ma 19-én itt az Öreghegyen és 20-án a belvárosba. Ma itt az Öreghegyen inkább azt a történetet szeretnénk hozzáigazítani a város történetéhez, ami jellemzi igazán az Öreghegy helytörténetét, hisz a belvárosban zajlik le az a történelmi esemény, amire éppen most IV. Bélával, vagy éppen az árpádezi királyok történetére visszaemlékezünk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lezajlik a belvárosba, mi itt ezt az alkalmat, itt az öreghegyi mulatságokat, ami ugyan mulatságnak van mondva, de mi részünkről egy kicsit másképp fogjuk fel. A mi szereplésünk azt jelenteni, hogy mi szeretnénk az Öreghegy történetét, azt az igazi szép történetet, ami ugyan kapcsolódik a város történetéhez, ezt ne felejtsük el. Ez a legenda szerint ugye a római korban már létező szőlészetről beszélünk, aminek talán lehet, hogy írásos nyoma vagy tárgyi emlékei nincsenek, de viszont vannak emlékek már azt követően az utóbbi 200 évet, ha említem, akkor azt kell mondjam, hogy az Öreghegy helytörténetében a szőlő, a bor és az építészet története, helytörténete, ez rendkívül fontos és kiemelkedő, akár országosan is. Nem lehet azt elfelejteni, hogy itt valamikor mint egy 500 hektár szőlő volt, 2200 szőlőbirtokot jelentett ez az 500 hektár, több mint 1000 pince, több mint 1000 élményt nyújtó présház, vagy éppen nyári lak. Tehát a háborút megelőzően igenis jellemző volt, hogy az Öreghegyen mulatságok voltak, és mi ezt most úgy jelenítjük meg, hogy a városban történő holnapi rendezvényünkön nem csak, hogy megemlékezünk erről, hanem egy képanyaggal meg is mutatjuk, ami most rendelkezésünkre áll, hogy milyen is volt az Öreghegynek tulajdonképpen a háborút megelőző, talán a 30-as, 20-as, 30-as évekbeni története. Ezt mi jó szívvel tesszük, de ez egyben felhívás is arra, hogy ne felejtsük el, hogy közelednek a nagy évfordulók, legyen az az aranybulla, a 800 éves évfordulója, aminek már ugye látszanak az elképzelései a város honlapján. De mi még szeretnénk ehhez hozzátenni, tulajdonképpen az 1050 éves város történeti évfordulót is, és mi erre készülünk, és ebben szeretnénk tulajdonképpen részt venni, vagy előkészülni, és ehhez keresünk olyan tárgyi anyagokat, legyen az írásos képanyag, készülünk előadásokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a munkát most szépen elkezdjük, ezt próbáljuk a közvéleménybe itt az Öreghegyen behozni, és mi ezt látjuk mondjuk az elkövetkezendő egy-két évben az egyik legfontosabb feladatunknak, amellett, hogy az éves programjainkat, ahogy itt elhangzott, ilyen összegző jelleggel természetesen ezeken a rendezvényeken felelevenítjük és megbeszéljük. Na, még azonban vár ránk, hiszen megismerhetjük Öreghegy borát, Székesfehérvár borát, melyek a kritériumai az idei esztendőben, mint ahogy általában tudom én, csak azért minden esztendő más. Hát igen, így van ez, de most egy pici változás lesz, ugye rendhagyó az, hogy koszorúzunk itt, tehát az öreg borász, vagy szőlész szobrát, a Nagy Benedek szobrát megkoszorozzuk, ezzel adózzunk annak a történetnek, ami a szőlészethez kapcsolódik. Van a másik része, ami a borászathoz. Az idén az Öreghegy vörös borát és a fehér borát fogjuk bejelenteni. Hát én most nem szeretném a neveket megmondani, egy a lényeg, hogy lesz fehér és vörös bor. És van egy új dolog, aminek szintén most már a második eseménye lesz, hogy nem csak, hogy bejelentjük, hanem megkínáljuk, most például aranyérmes borral is, de az Öreghegy borával is, megkínáljuk a kedves itt lévő vendégeket. És azt szeretnénk, hogyha kialakulna egy ilyen kis közösséget teremtő, építő gondolat vagy siker, nem nagy dolog ez, de legyen egy közös kocintás, fejezzük már ki együtt azt, hogy együtt vagyunk egy ünnepségen, és tegyük hozzá azt, amit hozzátehetünk. Az embereket jó szívvel várjuk, és jó szívvel kínáljuk.
megkínáljuk a Fehérvár a Öreghegy borával is, természetesen fehér és vörös borral is egyaránt. A negyed százada útjára indított közösségi esemény hagyománya, hogy az öreghegyiek megtudhatják azt is, melyik nedük érdemeltek ki az Öreghegy bora kitüntető címeket. Három kategóriába hirdettünk győztest, Öreghegy fehérbora, Öreghegy vörösbora, itt csak Öreghegyen termelt szőlőből, Öreghegyen készített borral érdemelhettük ezt ki, valamint a borverseny legjobb borát, ezt bármely induló megkaphatta, amely vagy öreghegyi volt, vagy pedig a borlovagrend tagjai közül. Akkor menjünk sorban, melyik az Öreghegy fehérbora? Öreghegy fehérbora kitüntető címet Pásztor István nyerte fehérborával, Zseli Miklósné lett a vörös kategória győztese, illetve a borverseny legjobb bora pedig Bella Pincészetnek az Írsai Olivérje. Az Agrárminisztérium, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és 28 hazai és a Kárpát-medencéből érkezett vendég borlovagrend részvételével rendeztek szakmai konferenciát a Nóé-hegyi Szent István borlovagrend meghívására. Tutor Jánosné, az Országos Szövetség főtitkára köszöntőjében megerősítette, hazánk számára fontos a szőlő és borkultúra. Erre az évre nagyon jó termés prognosztizálnak, egészségesek a szőlők, szépek a szőlők. A gond inkább azzal van, hogy a pincékbe kevés a tárolóhely, maradt még a tavalyi, meg az előző évekből évjárat, és így nem tudják betárolni, és ez okozza leginkább a szőlőtermelőknek a gondját ebbe az évbe. A vendéglátó borrend nagymestere Mészárovics Imre örömének adott hangot, hogy a másfél évtizede életre hívott ünnepségen, az ország legnagyobb találkozóján a szakemberek ismét megtisztelték Székesfehérvárt és a Nóé-hegyi borrendet. Augusztus 20-ai ünnepek környékén tartjuk ezt a nagyszabású rendezvényünket, most már úgy gondolom, hogy ez a 18. alkalom. Nagyon fontos, nem csak nekünk, hanem az ország borrendjeinek is, hogy egyrészt a kapcsolatokat tudjuk tartani egymással, másrészt pedig ezeken az előadásokon, konferenciákon olyan témákat tűzünk mindig napirendre, elsőként ami szakmai jellegű. Kisari Linda borászként, felkészült szakemberként értékelte a most megkezdődött borászidényt. Mi már szüreteltünk is, 2019-ben az első szőlőt mellett szüreteltük, az Írsai Olivért, úgyhogy nekünk a pincébe már majdnem egy hete ott forr, és nagyon-nagyon szép volt, egészséges volt a szőlő, a mustfok és a savtartalom is megfelelő volt, és eddig ugye nagyon szép évjárat volt, jó volt a nyár is, volt eső is, volt nagyon szép napsütés is, úgyhogy a szőlőink azok egészségesek, és úgy gondolom, hogy ez a 2019-es év, ez biztos, hogy nagyon jó lesz, és szép borokat fogunk készíteni. Ha azt nézzük, hogy a magyar borok egyre népszerűbbek Nyugat-Európában, tehát Európában, sőt a világban is, akkor jogos a kérdés, hogy mi kell ahhoz, tehát szőlészborászként, szakemberként, mi kell ahhoz, hogy a világ trendjét elérjük? Egyáltalán mi a trend ma? A trend főleg ezek a reduktív borok, tehát az üde friss borok, de azt vettük észre, hogy régebben, ugye most már egy olyan 10-15 éve a rozé az, ami nagyon-nagyon ugye világban is nagyon ment, tehát nagyon jó bor volt, és kedvelték az emberek, és szerintem most a rozé egy kicsit visszább fog menni, és főleg ezekre az illatos borokra, az Írsai Olivére, Cserszegi fűszeres, ezeket fogják kedvelni, és én szerintem ebből kell annyi bort készíteni, hogy mindenkit ki tudjunk elégíteni. Az Agrárminisztérium is felkészült a borászokra váló kihívásokra. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a szőlőbor ágazat az egyik legösszetettebb szabályozással rendelkező ágazat, és nagyon fontos, hogy ebbe a szabályozás dzsungelbe, ami az Európai Uniós hazai szabályozás együttesét illeti, a bortermelők, a szőlőtermelők könnyen el tudjanak igazodni. Ehhez van szükséges, ehhez gondoltam, hogy szükség van egy olyan útmutatóra, ami segíti a gazdákat egy-egy kérdésben, a gyors eligazodásban, megtalálni a helyes szabályozási helyet, megtalálni azt, hogy mi van az egyes szabályozási pontok alatt, és így könnyen el tudjanak igazodni, ne szóbeszédre, általuk összeszedett információra hagyatkozzanak egy-egy komolyabb döntésnél. A szakmai tanácskozáson szó esett a szaktárca, a szőlészborász társadalmat segítő intézkedéseiről, illetve az idei esztendő kilátásairól egyaránt. Díszmadár kiállítást rendeznek szombaton és vasárnap a Vörös Marti Mihály Művelődési Házban. A szervezők várják az érdeklődőket.
A hétvégén 25. alkalommal rendezi meg díszmadár kiállítását a Székesfehérvári Díszmadárbarátok Egyesülete. A Vörös Marti Mihály Művelődési Házban szombaton és vasárnap várják a látogatókat. Mi már 25. éve tradicionálisan kerül megrendezésre a díszmadár kiállítás itt Székesfehérváron. Nagy öröm, hogy ez most a felújított Voke épületében kerül megrendezésre. Egy olyan helyen, ami régóta ugyanúgy építi a közösségeket, mint ahogy a díszmadárbarátok is építik a saját kis közösségüket. Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek, a városban élő kisgyermekeknek meg tudjuk mutatni azokat a madárcsodákat, amikhez egyébként alapvetően ők nem tudnak közel kerülni, hiszen itt a városban kevés lehetőség van, hogy ezeket megtekinthessék, de az egyesületen keresztül évről évre mindig lehetőséget kapnak arra, hogy találkozzanak ezekkel a kisállatokkal, ezekkel a madarakkal. Én azt gondolom, hogy egy igazi családi program most a királyi napok után ez a kiállítás. Én nagyon remélem, hogy sokan fognak ellátogatni a Vokéba és gyönyörködni ezekben a madarakban. Az egyesület idén is különlegességekkel várja az érdeklődőket. A díszmadártenyésztésnek a fő célja igazából ugye vannak ugye, hát külön kell választani, vannak ugye olyanok, akik a faj megőrzés, tehát hogy a természetben sajnos az élőhelyük egyre fogy, és vannak olyan fajok, amelyeknek egyes egyedei már inkább csak tenyészetekben található meg nagy számba. Erre ugye jó példa volt például a spikszara papagáj, amelyet tenyészetekben most már 50-60 példányra felszaporodott, a vadonban pedig egyetlen egy példány volt szabadon. Azt tettek, most tesznek rá, vagy tettek kísérleteket arra, hogy kiengedni mellé párt, hogy valahogy ugye visszahonosítani. Illetve a másik irányzat az pedig, amikor mutációkat tenyésztenek ki, tehát egy bírálatra küllem alapján a standard leíráshoz minél közelebb álló példányokat kitenyészteni. Hát egy ilyen kiállítás, ami jelesül most a jubileumi, hiszen a 25. segít abban, hogy a két irányzat találkozzék, a kapcsolódási pontokat megteremtsék. De mennyit segít ez, hogy többen megszeressék a díszmadár tenyésztést? Hát a kiállítás által, hogyha oda minél többen ellátogatnak, akkor ott ugye tudnak találkozni több fajjal, tehát akár 60-70 fajjal is, és ott, ha esetleg valakinek úgymond megtetszik, akkor jobban el tudja dönteni, hogy ő esetleg papagájt szeretne, kanárit szeretne, vagy egzótát szeretne tartani az otthonába. A kiállításon, ahogy az imént már beszámolt róla, számtalan különlegesség is látható, de egy kicsit beszéljünk azokról, amelyek általánosak. Hát az általánosságban ugye, ami az emberek által legismertebb papagájfaj, ugye az a hullámos papagáj, a nimfa papagáj, ezek ugye a legelterjedtebbek, talán még a rozella papagáj, illetve egzótából pedig ugye a zebrapinty, amivel szinte már mindenki hallott vagy találkozott vele, illetve a kanári madarak, ugye amik a énekükről a hímek ugyanolyan szépen énekelnek. És tudjuk, hogy több mint 400 fajta kanárit ismerünk körülbelül. Mennyit láthatunk ebből? Hát ugye itt ott is van két kategória, ugye vannak a színkanárik, és vannak ugye az alakkanárik. Hát egy olyan, az alakkanáriból egy olyan 8-10 fajt lehet majd látni, a színkanáriból pedig egy 30 színváltozatot. Essék szó a különlegességekről is, hiszen a kiállítás látogatók bizonyosan érdeklik. Igen, hát a különlegessége lesz ennek a kiállításnak. Egy az, hogy lesz egy arafotózás, amikor gyerekek, felnőttek, bárki arával fotózkodhat, illetve hullámos papagájba lesz ez a hagaromo, vagy helikopter hullámos papagáj, ami biztosan még minden, vagy nagyon kevesen láttak még. Ez egy új mutáció. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!